A Rába-Duna-Vág európai területi társulás pályázatának fő célja, hogy fenntartható, nemzetközi szinten versenyképes élelmiszeripart hozzon létre a magyar-szlovák határvidéken, amely a vállalkozások hatékonyságának növelése mellett az új munkahelyek teremtését is támogatja. Ma itt a kősziklás borászatban azért vagyunk, mert egy olyan mezőgazdasági, élelmiszeripari, speciális vállalkozásfejlesztési és kutatásfejlesztési program támogatásának tudunk együtt örülni, amely a mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozásoknak a melléktermékeinek az újrahasznosítására adott lehetőséget. A gazdaságfejlesztési zóna kormánybiztosaként pedig egy olyan kicsi, de annál inkább szimbolikusan sokat jelentő és a gazdaságfejlesztési zónának az országhatáron túlnyúló lehetőségeit is bemutató projekten lehettünk, ami példaértékű. A kis- és középvállalkozások az innovatív technológiák bevezetésével és a helyben termelt nyersanyagok feldolgozásával megalapozzák az új, egészséges, regionális termékpaletta kialakításának feltételeit és a hosszú távú együttműködést az élelmiszeripar különböző szereplői közt. Egy borászatban fő cél a bor előállítása, bor készítése, de ugyanakkor készítése során képződnek melléktermékek, így a szőlőtörkő is, ami egy igen hasznos melléktermék, és én ezt kettő részre bontanám, tehát egyrészt a szőlőmag, így a szőlőhéj is érdekes lehet. Alapvetően a szőlőmag, mint olyan, egy nagyon jó, nagyon magas olajtartalmú mag. Alapvetően nem csak az olajban gondolkodunk, hanem az így kipréselt szőlőmag liszt, szőlőmag őrlemény, ha megőrüljük, abszolút nagyon jó, értékesebb, sokkal izgalmasabb anyag. A maga pályázatban összekapcsolódik nem csak a szőlőmag feldolgozása, hanem a hasznosítása is, és ez alapvetően szőlőmag lisztként pésüteményekben, tehát malomipari segélyanyagként is nagyon jó. A rendezvényen résztvevők a sajtótájékoztatót követően a borászat üzemét is meglátogatták, ahol a szőlőmagolaj és szőlőmagliszt előállítása zajlik.